Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, akinek nincsenek ingatlan sámai, az menekül a virtuális világba. Én írtam az ingatlan sámok könyveket, enyém a havi előfizetés és ingatlan sámok klub, ez Magyarország legnagyobb ingatlanos tudástára most már, úgyhogy gyere, kattints és ott a helyed. Ez nem kifejezetten ingatlanos téma lesz, mert ugye van ez a Meta, magyarul Facebook, és egy nagyon-nagyon veszélyes dolgot, nagyon-nagyon veszélyes az irány, amit csinál, inkább így mondanám neked. Nagyon érdekes, volt egy ilyen Bruce Willis film, ahol mindenkinek csak az avatárja mozgott, az mindenki szép volt, csinos volt. Ugye volt úgy, hogy egy férfi, gondolom a szexuális irányultság miatt ugye női avatárja volt, az is egy szép nő volt, tehát hogy mindenki szép és jó volt, és tulajdonképpen otthon töltötte bezárva a kis lakásába, és ott élte az életét a számítógép előtt, miközben az avatárja jött, ment és mozgott. És azt a Facebook remekül tudja, én úgy gondolom, hogy függővé tegyen embereket, és valami olyan élményt okozzon, vagy örömöt okozzon neked, amitől te odaláncolod magad akár a Facebook elé, vagy akár majd ebbe a világba, ebbe az avatáros világba, ami, hát remélem, ezt már nem érem meg, amikor az ténylegesen kibontakozik, de sose lehet tudni, azért elég gyorsan pörgünk. Úgyhogy megvan az esetén, nekem ez a része nem igazán tetszik, mert pontosan, hogy mondjam, tehát az emberekből az ambíciót ölik ki ezek a dolgok, hogy hát ha neked nem sikerül mondjuk, mit tudom én, 10 ingatlant összeszedni, vagy 20 ingatlant, vagy akár csak ingatlant vásárolni, semmi vész, egy disznóba is el lehetek egy számítógéppel, és akkor én tulajdonképpen az avatáron meg gazdag, szép és jó, és akkor Audival furikázik, vagy bármilyen más magasabb kategória, Bentley-vel mondjuk kocsikkal, tehát magasabb kategória autókkal, és ott élem ki magamat, ott élem ki az örömömet. Ez a film nagyon érdekes, esetleg nézzétek meg, nem tudom most mi a címe egyébként, de nagyjából pontosan ezt mutatja meg, aztán persze az összes avatar a végén lehal valami számítógépes történet miatt, de ez nagyon veszélyes. Én úgy gondolom egyébként, hogy nagyon rossz irány is egyben. Tehát én nekem ez, megvan őszintén, nagyon nem tetszik. Amennyiben neked más a véleményed, most ténylegesen nyugodtan írd meg, hogy tetszik, nem tetszik, tehát olyan embereknek lesz ez ténylegesen ad élményt, a legtöbb élményt, akiben semmi ambíció nincs. És azt a kicsit, ami még volt, azt is kiölik, és talán még nehezebb lesz, úgymond az olló tetejébe tartozni, a felső kategóriába tartozni, mert az embereket elhülyítik, vagy a tévével és a sorozatokkal, és most ez a világ is pontosan abba az irányba halad, hogy tulajdonképpen simán elhülyülsz, és ott éled ki, hogy te szép és gazdag vagy, lehet, hogy ezt simán megcsinálnád egy, hát mondjuk, hogy egy 5-10-15 éves keményebb munkával, utána ténylegesen egy boldog ingatlan befektető lehetsz, viszont ez egyre inkább nem fogod tudni megvalósítani, és nagyon érdekes, mert ha megnézed a világban, hogy minden afelé megy, hogy te nehogy gazdag legyél, nehogy ki tudjál törni. Tehát nézed csak meg nyugodtan, hogy az iskola, az oktatás, az alkalmazotti munkahely, a baráti kör, mindenki csak húz vissza, így meg, hogyha bezárkózol egy szobába, és ott próbálod kiélni ezeket a dolgaidat, hát bizony azt mondom, hogy ott vissza is húztak egy életre. Jó, úgyhogy ez nagyon veszélyes dolog, a Facebook is okoz valamilyen szinten függőséget minden emberbe. Én is szoktam nézni valamikor fél órán keresztül is, sőt, lehet, hogy egy órát nem tudom, sokkal többet nem Facebookozok naponta, de valakinél lesz szinte egész nap kattog-csattog. Napközben például nem vagyok fent az interneten, tehát küldözgetnek, én is tudom, e-maileket, azt sem nézem meg, nem vagyok fönt telefonon az interneten, pont azért, hogy ne ezzel teljen az értékes időm. Ma is például süt a nap, ennél sokkal szebb idő van, és sokkal több jó dolog történik velünk, mint hogy a telefonomat bújja meg egész nap. Legalábbis én. Hát remélem, hogy te is ki tudsz bújni egy picit emögül a telefon mögül, emögött az avatar mögül. Én azt mondom, hogy erre lóra én ennek nem szeretnék a részese lenni. Nem is fogok semmi ilyenre beregisztrálni, az biztos. Nagyon félre viszi az egész dolgot, jó? Úgyhogy egy boldog ingatlan befektető legyél te is. Kattints, iratkozz fel a hírlevelemre, és előbb-utóbb találkozunk élőben, és nem az avatarunk. Köszönöm, hogy megnéztél, szia!